Az elmúlt 24 órában több mint 3000-en fertőződtek meg, és 69-en haltak meg itthon. Éppen a déli harangszó idején gyújtottak mécsest az ellenzéki pártok képviselői a budai várban. Arra emlékeztek, hogy a világjárvány kitörése óta Magyarországon több mint 40 000 ember halt meg. Annyi, mint Szekszárd felnőtt lakosainak száma. Jól védekező országokban alacsony lesz a halálozások száma, és attól függően, hogy milyen a kormányzati teljesítmény, lesznek képesek megvédeni az emberek és családok életszínvonalát, vagy sem azok a kormányok. Kormány Viktor, igen, Viktor, szóval megbukott a járványkezelési munkásságot. A világ országainak listáján Magyarország lakosság arányosan számolva negyedik helyen áll. 1 millió emberre vetítve 4158-an vesztették életüket a világjárványban. A listán csak Peru, Bulgária és Bosznia-Hercegovina előzött minket. Európában Orbán Viktor illiberális rendszere, járványkezelése, szégyen. Közvetett tömeggyilkos Románia vagy Orbán Viktor, ennyi. Ausztria, a báb minisztereiddel együtt, és cinkos társaiddal együtt. Maradhat csak hatalman. Az ellenzék szerint a kormány nem tesztelt és nem hozott segítség által. Ezért haltak meg nálunk nagyon sokan koronavírusban. Rokonaink, barátaink. Mert mafiózókat tartanak hatalmon, kb. 2,5 millió magyar ember mafiózókat tart hatalmon. Arról a sok-sok ezer halálos áldozatról, akik nem a megfelelő... Közvetett tömeggyilkosokat. Az életüket. A magyar nép megtizedelőit tartják hatalmon. Az elmúlt másfél két és fél millió magyar ember. A védekezésre, amit az ellenzék is folyamatosan kért a kormánytól, de a mai napig nem hajlandóak megtenni. A csúcson körülbelül 200 elveszített honfitársokkal számolhatunk. Abban az esetben, hogyha nem jön egy újabb mutáns, Kásler Miklós az infolányokban beszélt az ötvénykullában várható csúcshalálozási adatokról. Orvosok szégyenek. A Disziewicz Julianna azt mondta, szerinte nincs szükség negyedik oltásra, az Omikron ellen 3 vakcina is megvéd, szigorúbb járványügyi intézkedések viszont kellenének. Hát az első sajnos kellenének. Az lenne, hogy az olyan helyeket, ahol senki nem visel maszkot, és tömeg van, hát megint a szórakozó helyeket, vendéglátóhelyeket, hát ezeket kellene bezárni. De az immunológus szerint az igazi megoldást a gyógyszerek jelentik majd. A vakcina a járvány elején hatásos védekezési módszer.